Hétfőn tett esküt a köztársasági elnökként újra választott Áder János az országgyűlésben. A parlament március 13-án döntött arról, hogy a következő 5 évben is ő lesz Magyarország legfőbb közjogi méltósága. Újraválasztását követő ünnepélyes eskütétele alkalmából elmondott beszédében drámai mértékűnek nevezte a politikai közbeszéd állapotának romlását a köztársasági elnök. Ezért az 1867-es kiegyezést ajánlotta követendő történelmi példaként. Az újraválasztott államfő elmondta, az elmúlt években elnöki munkája központi kérdésévé a magyar érdekek és értékek képviseletét, a teljesítmény megbecsülését, a normativitást és a jövő nemzedékek iránt viselt felelősséget tette. Áder János egyetértést javasolt abban a 3 kérdésben, hogy mindannyian Európa polgárai vagyunk, mindannyian a magyar nemzethez tartozunk, és mindannyian tisztességes, becsületes, nyugodt életre vágyunk. A jövő évi büdzsé a magyar emberek biztonságának költségvetése is, hangoztatta a belügyminisztérium, valamint a honvédelmi tárca a parlamenti államtitkára a közös sajtótájékoztatóján. Kontrát Károly, a belügyi tárca államtitkára elmondta, a kormány továbbra is kiemelt feladatnak tekinti a magyar emberek biztonságát. Ezért szinte valamennyi rendvédelmi szerv többletforrásra számíthat jövőre az ideihez képest. Kitért arra, hogy az Európát fenyegető állandósult bevándorlás és terrorveszély miatt megerősítik a terrorelhárítást és a határok védelmét. Ismertette a rendőrség 22 milliárd forint többlettámogatásra, a bevándorlási és menekültügyi hivatal 427 millió forint, a katasztrófavédelem mintegy 4 milliárd, a terrorelhárítási információs és bűnügyi elemző központ 339 millió forint többlettámogatásra számíthat, de a büntetés végrehajtás is több pénzből gazdálkodhat. A kormány továbbra is kiemelt feladatának tekinti a magyar emberek biztonságát és a határok védelmét. A 2018-as költségvetés a munka és a családok mellett a biztonságról is szól. 2018-ban még többet fordítunk a magyar emberek biztonságára. Az Európát fenyegető állandósult bevándorlás és terrorveszély miatt megerősítjük a terrorelhárítást, a rendvédelmi szerveket és a határok védelmét. Szinte minden rendvédelmi szerv többletforrásra számíthat 2018-ban. A magyar honvédek, a magyar katonák továbbra is részt vesznek Magyarország védelmében, a határvédelemben. A honvédelmi miniszter utasításának megfelelően a határon szolgáltott teljesítő katonák az elkészült második sor kerítés együtt is tovább segítik az igényelt és szükséges mértékben a rendőrség munkáját. És szeretném elmondani önöknek, hogy a rendőrség és a honvédség együttműködése a határvédelemben az elmúlt időszakban és a jövőben is így lesz példaértékű. A határon szolgálók továbbra is mindent megtesznek a magyar emberek biztonságáért, a schengeni határok és ezzel egész Európa védelméért. Hiszen tudjuk, látjuk, hogyha a világban körülnézünk, hogy fel kell készülnünk egy akár az eddiginél is nagyobb migrációs nyomásra, a nyár közelettével eddiginél is erőteljesebb migrációs hullám indulhat el Európa felé, és az Európai Unió és a Törökország között létrejött megállapodás törékenysége azt érezteti velünk, hogy ennek felmondása esetén újabb milliók indulhatnak el Európa felé. Műszerfejlesztésre, épületrekonstrukcióra vagy a betegek ellátását kényelmi szempontból javító beruházásokra pályázhatnak járóbeteg szakellátók 5 milliárd forint keretösszegig, jelentette be Ónodi Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár kedden Budapesten. Ónodi Szűcs Zoltán elmondta, a pályázat célja, hogy a betegek minél kevesebb időt töltsenek a drágább kórházi ellátás keretén belül, és minél többen kapják meg a lakóhelyükhöz legközelebbi ellátást. Emlékeztetett arra, az előző uniós ciklusban 500 milliárd forint érkezett az egészségügy fejlesztésére. A múlt év végén és ez év elején is már 75 milliárd forintot kötöttek le.
Az emberi erőforrás fejlesztési operatív program keretében belül a pályázatok április 25-től elérhetőek. A támogatási igény benyújtásának határideje május 26-a. A mai nap azért kértem, hogy találkozzunk, és köszönöm még egyszer, hogy eljöttek, mert az EFOP 2.2.19/17-es kódszámú járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése című felhívás fog megjelenni, amelynek kapcsán 5 milliárd forint értékben lehet majd pályázni az egészségügyi ellátó intézményeknek, mind az önálló járóbeteg, mind pedig az integrált intézményeknek forrásokért. Szeretnénk azt, hogy minél kevesebb időt töltenek a betegek a kórházakban, minél több beteg kapja meg az ellátását, lehetőleg minél alacsonyabb szinten azért, hogy a betegbiztonságot szintén növeljük, hiszen a betegek számára a kórház egy veszélyes üzem, és azt gondolom, hogy számunkra a legfontosabb, hogy az ellátásokat a minél hamarabb és a lakosság a lakóhelyük köz minél korábban és minél hamarabb érhessék el. Épp ezért lehet pályázni az intézményeknek műszerfejlesztésre, lehet pályázni a betegek ellátását kényelmi szempontból javító beruházásokra, és persze lehet pályázni épületek konstrukciókra is. Talán ami legfontosabb cél lehetne az az, hogy minden intézmény számára lehetőség lesz arra is, hogy az alapellátással kialakított szakmai működését is javíthatja, hogyha tudja ebből a forrásból. Én nagyon kíváncsi vagyok az intézmények fiókaiban szereplő tervekből, mi fog előkerülni, hiszen az intézmények többségének azért vannak már ilyen tervei korábbról, és én nagyon remélem, hogy nagyon sok intézményt fogunk tudni majd ebből a forrásból támogatni. Másfél milliárd forintos pályázati keret áll rendelkezésre annak elősegítésére, hogy a bölcsődei szakemberek közül minél többen szerezzenek felsőfokú végzettséget, be tudjanak lépni a pedagógus életpályába, ezzel pedig anyagi megbecsülésük is növekedjen. Közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család, ifjúság és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára kedden Szombathelyen. Novák Katalin közölte, a bölcsődéket fenntartó szervezetek egyenként 60 millió forintot elérően pályázhatnak arra, hogy a náluk dolgozó bölcsődei alkalmazottakat, bölcsődei dolgozókat támogassák a felsőfokú végzettség megszerzésében, segítsenek hozzájutni a nyelvismeret megszerzéséhez is. Hozzátette, a pályázatnak a Még jobb kezekben elnevezést adták. Ezzel utalnak arra, hogy a gyerekek a bölcsödékben már most is jó kezekben vannak, de az érintett szakemberek továbbképzése a bölcsödébe járó gyerekek érdekeit is szolgálja. Kiírták a közbeszerzést 20 ezer tabletre. Az eszközöket 5-es diákok kaphatják meg, akik részt vesznek abban a digitális kísérleti programban, amelynek keretében kipróbálják, hogyan működik a hagyományos tankönyvek kiváltása digitális eszközökkel és egyéb tartalmakkal. Mondta a Magyar Időknek Cunyiné dr. Bertalan Judit digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos. A lap hétfői számában megjelent cikk szerint az összesen 45 milliárd forintos fejlesztés igyekszik illeszkedni a digitális oktatási stratégia hosszú távú feltételeinek megteremtéséhez. Az első ütemben leginkább a tanulói, tanári és tantermi digitális eszközöket szerezzük be. A források másik részét pedig arra fordítja az oktatási kormányzat, hogy a tanárok egy nagyon határozott digitális módszertani továbbképzés keretében megtanulják a saját szakterületükön alkalmazni a digitális eszközöket és tartalmakat, mondta a kormánybiztos hozzátéve, hogy a tervek szerint a következő 3-4 évben minimum 40 ezer pedagógus digitális felkészítését valósítják meg. Az online érettségire viszont még várni kell. Ahhoz ugyanis, hogy az érettségi vizsga online környezetben tudjon futni, technológiai fejlesztésre van szükség, minden iskolában adottnak kell lenniük a feltételeknek, de szabályozási kérdések is felmerülnek, mutatott rá. A tanulás mellett dolgozó egyetemistáknak, főiskolásoknak jövőre jön a segítség az adózásban. Számukra eddig is a KATA, vagyis a kisadózó vállalkozások tételes adója volt a legcélszerűbb forma.
ám ez szabály szerint havi 50 ezer forint adótétel befizetését jelenti, ez pedig egy diáknak igen magas összeg lehet. Egy új szabály szerint azonban a jövő évtől fele annyi közterhet fizetnek azok a nappali tagozatos hallgatók, akik tanulmányaik mellett katásként vállalkoznak. Tehát 2018-tól a főállásúnak nem minősülő kisadózóknak csak havi 25 ezer forintot kell majd fizetniük. Május 15-e az egységes agrártámogatások benyújtásának határideje. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tavaly mintegy 130 ezer gazdálkodónak segített a kérelem benyújtásában. 114 ezer kérelem érkezett be ez idáig, ebből 70 ezeret adtak be a falugazdászok, ismertette Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke az M1-en. De felhívta rá a figyelmet, hogy senki ne halassza az utolsó napra az ügyintézést. Elmondta, még nagyságrendileg 80 ezer kérelem vár beadásra ahhoz, hogy a tavalyi szinten álljon a kérelmek száma. Felhívta rá a figyelmet, május 15-e után már csak szankciókkal lehet kérelmet benyújtani. Ez azt jelenti, hogy minden késedelmi nap mínusz 1%-ot jelent a gazdálkodónak a folyósított támogatásból. A jövő korszerű versenyképes mezőgazdaságához magas szintű szakképzés szükséges, ehhez pedig össze kell hangolni valamennyi érdekelt és szereplő munkáját, mondta a földművelésügyi miniszter hétfőn Budapesten, miután az agrárgazdaság fejlesztése érdekében partnerségi megállapodást írt alá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökével. Fazekas Sándor különösen fontosnak nevezte, hogy keretmegállapodás erősíti a Földművelésügyi Minisztérium és a Kamara között a munkát. Ezáltal hatékonyabbá és gyakorlatorientáltabbá válhat a szakképzés. Hozzátette, azt szeretnék, hogy az agrárszakképző intézményekben minél több gyerek tanuljon, és erősödjön a felnőtt képzés is. Fazekas Sándor az MTI kérdésére közölte, tavaly mintegy 26,7 milliárd forintba került a tárcának az általa működtetett agrárszakképző intézmények finanszírozása. Ebből mintegy 18,9 milliárd forintot az állami támogatás, 7,8 milliárd forintot a pályázati és működési bevételek tettek ki. Országos eredetvédelmi fórum sorozatot indított a Földművelésügyi Minisztérium. A cél a földrajzi árujelzők számának növelése, ami hozzájárul az adott régió fejlődéséhez, a turizmus erősödéséhez is, írja a Magyar Hírlap. Mint Gál Péter, a minisztérium eredetvédelemért felelős helyettes államtitkára a lapnak elmondta, jelenleg 58 magyar földrajzi árujelző áll uniós oltalom vagy átmeneti nemzeti oltalom alatt. 37 borászati termék, 8 pálinka, valamint 13 mezőgazdasági és élelmiszer áru. A tárca tavaszi eredetvédelmi fórum sorozatán a helyi termelők számára közérthetően jó példákon keresztül mutatják be a védjegyekben és földrajzi árujelzőkben rejlő jogi marketing és támogatási lehetőségeket. A Magyarországon működő áfacsalók leleplezéséért külföldi hatóságoktól is rendszeresen kér információkat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az elmúlt két évben több ezer esetben küldtek megkeresést, legtöbbször a szlovák, a román, a német és a cseh hivataloknak, írja keddi számában a Magyar Idők. Tamásné Cinege Csilla, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára a lapnak elmondta, hogy az elmúlt két évben nagyjából 6500 megkeresést küldött külföldre a NAV. Az esetek legnagyobb részében az EU valamely tagállamába. Legtöbbször az áfacsalások fölgöngyölítéséhez kért segítséget a magyar hatóság, amely főként a látókörébe került magyarországi cégek külföldi üzleti kapcsolatairól és ügyleteinek körülményeiről érdeklődött. A magyarországi energiaellátás biztonsága érdekében nem csak a fosszilis energiaforrások és útvonalak diverzifikálására, de minél több helyi megoldás alkalmazására, innovatív és fenntartható technológia bevezetésére van szükség, mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára,
egy környezeti fenntarthatósággal foglalkozó üzleti fórum megnyitóján hétfőn Budapesten. Szabó László kiemelkedő eredménynek nevezte, hogy Magyarország már az elmúlt évben teljesítette a 2020-ra ígért vállalásait, miszerint az energiatermelés 15%-át megújuló energiaforrások fedezik. Mindazonáltal van mit tanulni, mivel a hosszú távú cél a részarány 50%-ra emelése. Meglátása szerint immáron elavult az az elképzelés, hogy kizárólag az állam biztosítsa központilag az energiát, ehelyett minél több megújuló erőforrásra támaszkodó megoldásra, napelemre, szélerőműre, geotermikus energiára van szükség, hogy rugalmasabbá váljon a rendszer. Idén június 30-áig kell azonosítaniuk a feltöltőkártyás előfizetőket a mobil szolgáltatóknak, mivel a törvény szerint megszűnik az az előfizetés, amelyik esetében az adategyeztetés nem történik meg határidőig. Hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. A tájékoztatás szerint a több millió érintett kártyahasználónak kapcsolatba kell lépnie a mobil szolgáltatójával, a szolgáltató által megjelölt módon és formában. Fontos, hogy a hozzátartozó közvetlen családtagok is segítsék a gyerekek idősek által használt hanghívásra alkalmas, illetve riasztókban és egyéb nem hívásra szolgáló eszközökben található mobiltelefon SIM-kártyák adategyeztetését. A szolgáltatók június 30-áig legalább kétszer SMS értesítést küldenek az előfizetőknek a személyazonosságot igazoló ellenőrzéshez szükséges adatokról, az adategyeztetés módjáról, azaz, hogy személyesen telefonon vagy online az adatok megadásához szükséges teendőkről, valamint az egyeztetés elmulasztásának jogkövetkezményéről, a feltöltőkártyás előfizetések megszűnéséről. A január 12-én hatályba lépett rendelet alapján egy egyéni előfizetőnek, legfeljebb 10, egy üzleti előfizetőnek pedig maximum 50 előre fizetett mobil rádiótelefon SIM-kártyája, azaz feltöltőkártyás előfizetése lehet. Kulturális és turisztikai kapcsolataik erősítése érdekében írtak alá együttműködési megállapodást hétfőn Balatonfüred, Debrecen, Győr, Gyula, Kecskemét, Komárom, Szolnok és Vác vezetői a Budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban. A megállapodás értelmében a városok a jövőben együttműködnek a kulturális és idegenforgalmi programok és rendezvények szervezésében, megvalósításában, amelynek keretében bemutatják a településeikre jellemző hagyományaikat, helyi értékeiket, hangzott el az eseményen. Továbbá lehetőség szerint közösen pályáznak hazai és európai uniós programokra, valamint együtt jelennek meg bel- és külföldi idegenforgalmi vásárokon, bemutatókon és rendezvényeken. A felek rögzítették, hogy a helyi adottságaik és kapcsolataik igénybevételével kölcsönösen segítik egymást mind a helyi, mind az országos média felületeken történő megjelenésben is. Csütörtökön a nap nagy részében számottevő csapadéktól nem kell tartani, a késő délután esti órákban azonban északon helyenként futó zápor előfordulhat. Megerősödik a délnyugati szél, 17 és 22 fokra melegszik a levegő. Pénteken a füllett időben a rövid napos időszakok mellett gyakran lesz erősen felhős az ég, többfelé várható zápor, zivatar, néhol felhőszakadással, jégesővel. Élénk lesz a délnyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 26 fok között alakul. Szombaton a Dunántúlon csak időnként, máshol gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, keleten többfelé várható zápor, zivatar, nyugaton csak néhol alakul ki futó zápor. Változó irányú szél lesz, 19 és 24 fokra számíthatunk. Vasárnap változékony, füllett idő lesz, többfelé kell záporra, zivatarra számítani, helyenként jégeső is lehet, mérsékelt lesz az északi szél, 15 és 22 fok között tetőzik a hőmérséklet. A jövő hét elején folytatódik a füllett idő szorványosan záporokkal, zivatarokkal, 14 és 24 fokra számíthatunk majd.